Hamarosan itt van Minden Szentek és Halottak napja, ami sajnos nem mindenki számára szól az emlékezésről. Akadnak olyanok, akik ezt az alkalmat is mások megkárosítására használják fel, még a temetőkben is. Néhány apróbb óvintézkedés betartásával azonban megnehezíthetjük, hogy a bűnözők áldozataivá váljunk. A közelgő Minden Szentek és Halottak napja miatt ismét fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy legyenek körültekintőek a megemlékezés közben is. Sajnos nem mindenki számára a meghitt megemlékezést jelenti ez a pár nap. Vannak olyanok, akik a figyelmetlenségünket kihasználva megpróbálnak kárt okozni nekünk. Fontos arról beszélnünk ebben az időszakban, hogy azok, akik a temetőbe mennek, csak annyi készpénzt, illetőleg értéket vigyenek magukkal, ami feltétlenül szükséges, hogyha táskáikat le is teszik a síra, azt soha ne hagyják őrizetlenül, még arra az időre se, amíg elfordulnak egy pár percre, virágot cserélnek, esetleg vizet hoznak a sírokra. Nagyon fontos az is, hogy a tömegben a zsebeikre, táskáikra fokozottan figyeljenek, értékeiket, pénztárcáikat belső zsebbe helyezzék el, telefonjaikat tartsák test közelben. Azok, akik gépjárművel érkeznek a temető környékére, megfelelő biztonságos parkolóhelyet választanak, és a járműbe soha ne hagyjanak értékeket, még akkor sem, hogyha az adott táskában, kabátban nincsen benne nagyobb összeg, vagy nincsen benne műszaki cikk, hiszen azok, akik esetleg megpróbálják ezt megszerezni, és betörik a gépjármű ablakát, csak a jármű megrongálása után fogják megtudni, hogy nincsen nagyobb érték a járműben. Azok, akik sötétedés után szeretnék elhelyezni az emlékezés gyertyáit a temetőkben, ők próbáljanak meg hozzátartozókkal menni, soha ne egyedül látogassák meg a sírkerteket. Az Egységes Állami Magyar Rendőrség létrehozásának és fennállásának 100. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás október 26-án a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központban. A Magyar Rendőrség története című, a Rendőrmúzeum által összeállított 14 rollaptabló sorozatból álló tárlat november 3-áig tekinthető meg a Művelődési Központ üvegcsarnokában. Szintén a rendőrség 100 éves fennállásának alkalmából ültetett fát október 27-én dr. Somsics Gabriella dandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság vezetője és Zahorec Sándor alezredes rendészeti rendőrfőkapitány helyettes a főkapitányság Salgótarjáni épülete előtt, ahol elhelyeztek egy emléktáblát is ennek apropóján.